Egy komoly erősítéssel sikerült kezdenie az új évet az SKK csapatának, Pöldör Zoltán ügyvezető elnököt. Kérdezzük itt az átigazolásról. Igen, én nagyon örülök a Luca hazaérkezésének. Ugye két okból is, tehát egy az, hogy egy magyar fiatalt tudtunk hazahozni külföldről, ez nagyon fontos, illetve azt gondolom, hogy tehát nekünk is a csapatban egy olyan hézagot tud ő betölteni, ami mindenképpen fontos lesz a következő időszakban. Nagyon-nagyon nagy menetelés előtt nálunk itt a tavaszi szezonban mindenképpen azt gondolom, hogy kellett egy vérfősítés, illetve kicsit átvajálni a csapatot. Én azt gondolom, hogy a Luca teljesen bele fog illeszkedni abba a játékképbe, amit elképzelünk mi itt a Szombathelyi Kézilabdaklubos Akadémiánál, illetve azt gondolom, hogy másik nagyon-nagyon fontos rész, amit itt a két ünnep között mi megbeszéltünk a vezetőedzővel, a Majosán Györgyel, hogy nem csak epizód szerepek, hanem kicsit több szerepeket is szánunk még fiataloknak, nőnek föl, és ugye ez a célunk nekünk az, hogy hozzunk ide rutinos játékosokat, ha lehet, akkor magyarokat, illetve mellé a helyi, illetve a fiatal játékosaink be tudjanak mutatkozni. Én most azt gondolom, hogy nem csak az, hogy bemutatkozás, hanem már epizód szerepnél is több juthat egy-egy szombathelyi fiatalnak. Az a munka, amit úgymond az elmúlt években beléjük tettünk, én úgy gondolom, hogy most kezd beérni, és hát mindenképpen én most elszámítok, illetve egyértelműen is számítok, hogy azok a fiatalok, akik az ifjúsági csapat és az NB1-ből csapatban vannak, még tudnak játszani és bemutatkozni, mert azért én úgy gondolom, hogy olyan időszak jön, ahol a következő szezon eldőlhet, nekik is ugyanúgy el kell dőlnie, hogy merre tovább, hogyan, és hát mi nem szeretnénk a gátja jelenni, tehát mi szeretnénk segíteni azt a pályafutást, amiért idejöttek, vagy itt vannak Szombathelyen, hogy profi kézilabdázók legyenek.